Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai napon egy olyan énekesnő a vendégem, akit számos formációból ismerhetünk, és hogy utána néztem, láttam, hogy rengeteg díjjal rendelkezik, nagyon-nagyon sok elismerése van. Vendégem a stúdióban Kovács Nóri. Szia, köszöntelek téged nagy-nagy szeretettel. Köszönöm szépen. Beszéljünk először a múltról. Ugye mondtam, hogy számos formációban megfordultam. Emeljünk ki egy-kettőt, amire legbüszkébb vagy. Meg az embernek ugye lehet a múltjában, aki olyan régóta pályán van, mint te. Van egy-kettő, amit nem nagyon akar felvállalni, vagy nem annyira szeretne róla beszélni. Most szabadon megbízlak ezen. Melyik, amit mondjuk kiemelni, és amit mondjuk fontosnak tart a stációként az életedben? Elég sok mérföldkő volt az életemben ez alatt a zenei pályafutás alatt. Népdalénekesként kezdtem egyébként a pályafutásomat, egészen kisgyerekkorom óta már népdalokat énekelek, aztán ezeket koncepcionálisan gyűjtöttem is Erdély és Kárpát-medence szerte, úgyhogy az első formációim azok ilyen népzenei formációk, mint a Matóka Binde zenekar, például őket emelném ki. Aztán 2000-es évek közepetáján, amikor a Deep Forest hatás engem is utolért és a World Music irányzat, akkor csatlakoztam a Balkán Fanatikhoz, akiknek 6 évig voltam vendégénekesük 2012-ig, de már ezzel párhuzamosan a saját zenekaromat is műveltem, a Motiva névre keresztelt zenekar, amely 10 évig működött. De hát rengeteg helyen voltam vendégénekes, és hát nagyon büszke vagyok, hogy például ilyen zenészekkel is együtt dolgozhattam, vagy zenekarokkal, mint a 100 tagú cigányzenekar, vagy Wolf Péternek a kamarazenekara, vagy például külföldi zenekarokkal, a BBC Scottish Orchestrával, úgyhogy Transglobal Underground, ha már egy kicsit megint a world music irányába megyünk, úgyhogy vannak nagyon impozáns és számomra megtisztelő felkérések, amelyekben részt vehettem. Igen, ezek nagyon nagy dolgok, és tényleg nagyon elismert zenekarokról beszélünk. És hogy láttam, hogy utána néztem, hogy készültem a műsorra, rengeteg díjad van, tehát nagyon sok elismerést kaptál, amit én láttam. Ebből egy-kettőt, ami legbüszkébb vagy, nyilván mindent nem is tudnád lehet felsorolni, ami úgy neked nagyon-nagyon tetszik és szívhez szóló. Nyilván minden díj az, amire nagyon büszke vagy. Mindegyik nagyon szívhez szóló, és nagyon megtisztelőek ezek a zenei elismerések, vagy a szakma részéről az elismerések. Bár sokkal fontosabb számomra a közönségnek a kontaktusa és elismerései. Hát ami a leges-legelső ilyen nagyobb díjam volt, és arra azért vagyok büszke, mert én akkor nagyon fiatal voltam, és én voltam a legfiatalabb, aki ezt megkapta abban az időben, a Népművészeti Fiúmester díja. Akkor még csak 20 éves voltam, amikor ezt az állami kitüntetést kiérdemeltem, hát ez egy nagyon fura szóra, de azóta ilyen nemzeti érték, événekesnője, magyar kultúráért díj, Transylvanian World Music Day, és egy csomó minden van a tarsajomban. Tehát nem kis díjak azért, nem kis díjak ezek azért, igen, amit megkapt, és nyilván nem véletlenül kaptad meg. Induljunk el a gyerekkortól. Te gyerekkorodban már tudtad, hogy ez akarsz lenni, vagy egyszer valaki, ugye erre is volt már számos például, felfigyeltet, hogy Nórikám, neked olyan jó hangod van, énekelned kéne, nem gondoltál rá? Vagy hogy volt ez? Hogy jött az éneklés? Hát ez nagyon nálam ez egy nagyon érdekes szituáció. Még a szüleim mesélnek, mert én annyira pici voltam, hogy erre nem emlékszem, hogy amikor óvodás voltam, akkor mindenféle produkciókban én imádtam részt venni, mert hogy nagyon extrovertált kislány voltam, és amikor megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel, akkor két dolog volt, vagy ilyen színpadi ember, hogy énekesnő, színésznő, balettáncos, tehát vagy ez az kategória volt, vagy a nyugdíjas. És akkor megkérdezték, hogy nyugdíjas, de hát miért nyugdíjas? Hát mert a nagypapám ugye az volt, és hát őnál imádtam lenni. Tetszett úgy, az hogy, az életvitel, igaz, igen, amit igen, ő élt? Igen, hát teljes mértékig a kisunokára figyelt, stb. Egyébként itt jegyzem meg zárójelben, hogy a nagypapám is mindenféle hangszereken játszott, népi hangszereken megkészítette ezeket, úgyhogy biztos, hogy ő is inspirált ezen a pályán, hogy ide lépjek. Na de visszakanyarodva, így lettem színpadi ember, és én igen, egész kiskorom óta tudtam, hogy valami ilyesmit szeretnék csinálni. És hát persze, hogy az iskola rendszerbe bekerültem, és olyan zenetanárok kezeügyébe, akik a népzene felé irányítottak, akkor volt a nagy táncházmozgalom virágzása. Hát így lettem először népzenész, népdalénekes, és innen indult el igazándiból az énekesi karrierem. Tehát akkor te ezt tanultad is tudatosan, tehát fejlesztetted, igen, képezted igen, magad. Igen, több ilyen suliba jártam, egyetemet elvégeztem, és természetesen nagyon sokat gyűjtöttem is, amit mondtam már neked, népzenét, mert hogy igazándiból azok szerintem a legnagyobb mérföldkövek, és abból lehet a legtöbbet tanulni, és hát attól hiteles az ember. Igen, pont ez lett volna a kérdésem a második része. Valaki mondjuk, nagyon sokan ugye a tehetségkutatók hatása miatt nagyon sokan szeretnek színpadi emberek, énekesek lenni, és sajnos többen is, akiknek nincs hozzá tehetségük, de valaki ezt nem, valamiért nem mondja meg nekik, és ugye próbálkoznak nagyon-nagyon gyatrán, hogy az éneklést azt mindenképpen tanulni kell szerinted, hogy valaki sikeres legyen, és bárki megtanulhat énekelni?
Mindenkiben ott van a képesség rá, amit lehet fejleszteni, de természetesen ebben nem lesz mindenkiből énekes, bármennyire is szeretné, hiszen azért rengeteg adottságnak is kell lenni, meg hát rengeteg kitartásnak, erőfeszítésnek ahhoz, hogy valaki az nagyon egyrészt nehéz pálya, és nem csak nem annyira fizikális, inkább szellemileg megterhelő szerintem ez a pálya, hogy helytállni, és mindig maximumot nyújtani, és a közönségért lenni. Viszont azt gondolom, hogy nagyon sok része tanulható ennek. Tehát én buzdítom is arra a fiatalokat, vagy aki hajlamot érez magában arra, hogy énekesi pályára lépjen, hogy igen, azért tanulja is természetesen, mert megkönnyíti a saját dolgát, ha mondjuk a hangjával úgy tud gazdálkodni, hogy ne fáradjon el mondjuk 10 perc éneklés után. Ahhoz kell a technika természetesen, igen. És nagyon-nagyon fárasztó. Egyszer én is jártam énektanára, az nem tudom milyen felindulásból, és tényleg egy óra után, tehát olyan elképesztő módon le lehet fáradni, nem is gondolná az ember. Tehát azt gondolja, hogy kiáll a színpadra, énekel, az egy nagyon-nagyon komoly fizikai meló, mint ahogy te mondtad és említetted. Igen. Szóval azért nem egy könnyű dolog. Ami eszembe jutott, hogy a népzenéről beszéltünk, hogy te csak a népzenében tudod magad elképzelni, tehát könnyedebb stílusban, tehát a mostani mainstream irányzatban esetlegesen, vagy tényleg csak inkább a népzene? Hát most már az, inkább ami... nem a népzenében. Így van. Tehát én váltottam, igen. És ugye a 2000-es évek környékétől a populáris irányzatok felé fordultam el, amit előtt egyébként elképzelhetetlennek tartottam. Igen, még a múltra tartottam. Vonatkozott a kérdés, hogy akkor a múltban arra tudtad magad csak kizárólag gyerekként, igen, hiszen az volt a közegem, abban nőttem fel, és abban támogattak szüleimtől kezdve a tanárokig mindenki, és aztán valahogy változott. De hogy miért ezt akartam kérdezni, hogy miért volt ez a változás, hogy kicsit beleuntál? Nem a beleunás, vagy... hanem a kísérletező kedv. Én nagyon szeretek kísérletezni, újítani, bátran, felfedezni, akár a zenei stílusokban is, és engem ez inspirált, hogy hát mivel lehetne ezt ötvözni. És így alakult ki a Kovács Nóri stílus, ami most így jellemzi, hogy az én névjegyem, a munkásságomat, ami egy nagyon, vegyél egy csipetnyi népzenét, igen. Vagy népdalt, vagy valami motívumot, és ezt keverd össze egy mai populáris hangzással úgy, hogy az ízléses maradjon, és a népdalt semmiképpen nem megbecstelenítse, hanem igenis kiemelje annak a fontosságát, de mégis a mai mainstream irányzatokba beilleszkedjen, és nekem célom az, hogy a mai fiatalokat megközelítsem ezzel, megfogjam ezzel, és azt gondolom, hogy az autentikus népzene most egyébként reneszánszát ér, ugye a tévés igen. Műsorokban mindenből, hála Istennek, ezt népszerűsítik, és látjuk, hogy mennyi fiatal műveli ezt egészen a kicsiktől kezdve, de azt gondolom, hogy ez egy rétegzene még mindig. Persze. És valahogy azért meg kell fogni a nagy ösztömeget, a nagy, úgymond masszából, bocsánat, így mondom, a fiatalságot, és ők hozzájuk kell egy kaput nyitni, egy olyan zenei kaput, amiben ők jártasan mozognak, igen. És amelyet ismernek. És én ezzel próbálkozom, és ezért írok olyan dalokat, amelyek már inkább az ő trendjeiket követik, de semmiképpen nem ilyen múló zenei stílusokat szeretnék, tehát, hogy ami éppen most aktuális, és két év múlva már senki a kutya nem fogja hallgatni, persze. Hanem hogy azért az érték mindegyikben ott legyen. Tehát ez egy misszió is a részedről, igen, igazából, abszolút. Hogy a fiatalokat közelebb hozd a népzenéhez, de a saját nyelvükön, így mondjuk van. Így megfogalmazva nagyjából. Ez nem egy könnyű dolog azért, mert tényleg megtartani azokat a népzenei elemeket, meg az újjal azért ezt összehozni, ott az elképesztő munka kell, és tudás is kell, szakmai tudás szerintem. Igen, de valahogy nekem ez belülről jön. Tehát én nekem nem kell azon görcsölnöm, és nem kell táblázatszerű legírnom ezeket, hanem tényleg úgy jön belőlem, mert hogy belülről fakad. Tehát ez nem egy mások által számomra kijelölt út, hanem ez egy belülről megfogalmazott hivatás, mondjuk így, hogy én szeretném valóban elérni a fiatalokat. És ez a zene egyébként, amit feldolgozok, és amelyek már Kovács Nóri stílusban szólnak meg. Én azt gondolom, hogy nem csak a fiatalsághoz, hanem tényleg minden korosztályhoz szólnak, hiszen a fiatalokat talán így elérem, de az idősebb korosztály meg való ismerős közeg számukra, ugye, és szívesen hallgatják ezeket a dalokat. És milyen ennek, ugye nyilván monitorozzátok, persze milyen a fogadtatása, mit tapasztalsz, mit tapasztaltok, milyen a fogadtatása ennek a Kovács Nóri stílusnak, hogy bejön az embereknek, eléred-e azokat a széles tömegeket, nyilván most már azért van erre rálátásotok is. Igen. Hát számok beszélnek magukért, tehát több mint 1000 koncerten vagyok túl, több mint 3 kontinensen, mit tudom én,
60-70 országban voltam már, diaszpora területeken, természetesen magyaroknál, igen, de külföldi World Music fesztiválokon, ahol képviselem Magyarországot, ott is van érdekes a fogadtatás például, hogy náluk ez egy olyan kuriózum, annyira más a magyar népzene az összes többitől, igen, hogy számukra ez egy ilyen keleti, megfoghatatlan unikum. És hát természetesen a sok-sok magyarországi koncert, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy a számok magukért beszélnek, és hála Istennek nagyon sok helyre hívnak, és sokan kíváncsiak arra, amit én csinálok. Meg nyilván az interneten lehet ellenőrizni, hogy itt lekérhető média tartalom a különböző megosztókon, hogy azért hogy álltok számokkal, tehát ott is látjátok. Igen, gondolom. Természetesen próbálunk nagyon korszerűek lenni, és ezeken a csatornákon, igen, mint Facebook, YouTube és társai, Instagram, Spotify, nem sorolom, ott lenni, és hát persze ott is interaktívan próbálom a közönséget mindig bevonni az éppen aktuális dolgaimba, és igen, kikérem a véleményüket. Például az album, amit ott szorongatsz a kezedben, a Szabadon című album is úgy született meg, hogy felvetődött az ötlet, hogy olyan népdalokat feldolgozni, amit mindenki ismer. Uh-huh. Tehát Ácsis iskolában a Tavaszi széltől, a Béres legényen át, a Csitári hegyek alatt. Meg azt még szeretik is a gyerekek is egyébként. Tehát tényleg ezek a... Így van, tehát a legközismertebb népdalok. Na és hogy itt is kikértem a közönség véleményét, hogy na akkor soroljátok fel, hogy melyikek legyenek azok a dalok, amelyek felkerülnek erre a lemezre. Uh-huh. Mik a legkedvesebb népdalaitok, és így alakult ki ez a 12-es lista, amely végül megzenésítésre került. Tehát mondjuk itt top népdalok vannak rajta, mindenki ismer, mindenki szeret, igen, vidám a hangzásuk, tehát egyértelmű siker ez az énekórákon, na de ugye siker összehozva a mostani modern alapokkal. Igen, és az a cél, hogy ugye mondtad, hogy a gyerekek imádják énekelni, valóban én is pedagógus vagyok, és tudom, hogy ezt nagyon szeretik még alsó tagozaton, meg még így kicsit, igen, az ötödik, hatodikba, na de utána jön egy váltás, és egy idő után elkezd ciki lenni népdalokat énekelni, ugye? Mm-hmm. És felnőtt korban meg már úgy elfelejtik, hogy is vannak ezek a dolgok? Valamit tanultunk róla, de már nem igazán emlékszem. És pont ez a lényeg, hogy felnőtt korban, hogy leporoljuk, vagy ilyen 20 éves korban, és hogy igenis, hogy menő legyen megint népdalokat énekelni, és hogy bulizzunk, igen, rá, hiszen, igen, ezekre, igen, lehet bulizni. Igen, és én azt gondolom, hogy azért... Nem is az, hogy cikinek tartják fiatalok, azért óckodnak tőle, mert ugye a népdalokat több esetben ugye ezekkel a, mondjuk így a kesergőkkel azonosítják, hogy jaj, milyen hangulata van, nagyon bánatos leszek tőle. Ugye ezen az albumon pedig látom a címeket, én is nem mondom, hogy ismerem mindegyiket, nagy részét ismerem. Ugye ezek tényleg vidám hangulatok, tehát ez egy téves azonosítás, ugye, hogy a kesergőkkel kell igazából azonosítani. Ugye a magyar nóta, most másról beszélünk, ugye azt is a fiatalok azért nem szeretik, nem kedvelik, mert általában azt látják a különböző tévécsatornákon, kiáll egy úr vagy egy hölgy, és akkor nagyon-nagyon szomorú hangon, szomorú témájú dalt énekel. Igen, a magyar történelemre azért jellemző az, hogy elég sok sorscsapás ért minket, és hát ebből nem feltétlenül a vidám dolog születnek, igen, így a néphajkán meg. Egyébként ez egy pszichés dolog, ők magukból ezzel, hogy kiénekelték, a bánatukat is kiénekelték, tehát ez egy ilyen öngyógyító, igen, folyamat a népdalok részéről, és ugye hát ennek hatására később megszületett a nóta műfaja, ami már nem népi alapú, csak hasonló stílusában, de ugye egy szerkesztett zenéről vagy műről van szó, de tényleg nem csak a magyarok, hanem a külföldiek is ezekkel azonosítanak minket, és hogy hát a magyar az egy kesergő nép, állandóan sírnak, rínak. Ugye a himnuszunk által is gyakran himnuszt hozzák fel van például. Van benne egy pici igazság, de csak fél igazság, mert ugye nem ismerik a kerek egészen. Persze, persze. Viszont hát nyilván ezzel az albummal nem ezt szerettem volna kifejezni, mert hogy a koncerteken vidámak akarunk lenni, és jól akarjuk magunkat érezni, hogy igen, főként vidám dalok vannak rajta, de azért természetesen egy-két ilyen kuriózum, ami lassabb, de mondjuk hangszereléssel javítható a hangulata, mint a Csitári hegyek alatt, persze, például, azért ilyen dalok is felkerültek rá. Igen. Hogy telik egy napod? Érdekel, most beszéljünk kicsit személyesebb dolgok, hogy telik egy napod? Ugye most pöröksz nagyon, nyilván be vagy osztva nagyon. Általában pörgök nagyon. Nagyon kevés az olyan szabadidő, amikor tényleg nem kell csinálnom semmit. Mondjuk azt, hogy így a 10 nap az évben körülbelül, amikor... Hát ez nem sok azért. Igen, az nem sok, de én nagyon szeretem a hivatásomat, és én ezt nem munkának fogom fel. Tehát én szeretem ezt a pörgést, szeretem azt, hogy mindig más csinálhatok, már úgy értve mást, hogy vagy koncertezek, vagy dalt írok, vagy sajtóhoz megyek. Vagy nem tudom, éppen egy klipet forgatok, tehát mindig van valami, és éppen ezért nagyon színes a napom, a történet.
Hát egy ilyen kis apróság, én nagyon nem szeretek korán kelni, tehát ilyen 9-10 után kezdődik nálam a nap. Tehát akkor nem cserélünk, jó? Viszont ugye mivel a koncertek általában este vannak, késő este, ezért nyilván eltolódott nálam a nap, és inkább éjszakába hajlóan fekszem le. Egyébként, ha dalt írok, az is érdekes, azok éjjel jönnek az ihletek, az ötletek. A legjobb egyébként éjjel jön. Éjjel nem csörög a telefon, nincsenek külső ingerek, megnyugszik az ember, és akkor tud alkotni. De hátránya meg is van egyébként ennek, mert hogyha mondjuk tényleg kicsit korábban kell kelni, másnap akkor azért oda akkor tud tenni a napnak. Akkor tudok morcis lenni, igen. Keményen oda tud. De én minden nap 4:30-kor kellek, ugye reggeli rádió műsort vezetek, hétfőtől péntekig. És az a 4:30-as keresés nem olyan jó, és nekem is ugyan éjszaka jönnek a gondolatok, és ott van a ágyam mellett a HB-s cerka, a lappal, és akkor jegyzetelek úgy általában én éjszaka. Én a telóra így felmondom, tehát az a ceruza nálam már így éjszaka, ugye sötét van minden, az nem jöhet szóba, hanem a telefonom van mindig mellettem, és akkor gyorsan felmondom az aktuális gondolatot. Írtam már így dalt is. Például a névnap köszönt, ami rajta van ezen az albumon. Így van, és erről is beszélünk az majd. Az is egyébként félig, meddig így született meg, ugye 12 dal van, amiből 11 népdal feldolgozás, de egyet azért tettem, ami egy saját szerzemény, mert 14 albumot írtam eddig, és hogy kb. Felesbe van népdal feldolgozás, felesbe a saját szerzemények, úgyhogy azt gondoltam, hogy erről az albumról is azért legalább egy saját szerzemény szólaljon meg, és ennek a névdal köszöntőnek a szövege is részben éjszakánként így telefonra mondásból íródott meg. Egyébként ezek a legjobbok, ami tényleg akkor én spontán, és nem az, hogy most leürök dalt írni. Hú, az úgy nagyon mondjuk, nem is lehet nagyon, most írjunk egy dalt, nem? Az nagyon nehéz, bár van, a határidő azért nagy úr, tehát ha valaki meg felkér valamire, és ott egy határidő, akkor azért muszáj abba beleférni, és olyankor azért oda lehet erőszakolni magunkat az asztal elé, de nehéz olyankor úgy belső elcsendesedésben alkotni. Persze. A körülötted lévők hogy tolerálják ezt a fajta, ugye ez egy másfajta életmód, akik a médiában dolgoznak, akik énekesek, énekesnők, tök más életmód, mint a hétköznapi emberek. Abszolút más. Hát kezdve ott, hogy nálam nem egy 8-tól 4-ig, vagy tehát egy adott időhatáron belüli munkaidő van, hanem nálam ez reggeltől estig is eltarthat, és nincs olyan rendszer az életemben éppen ezért, úgyhogy nagyon nehéz követni, és hogyha mondjuk egy családi ünnep van nálunk, akkor ez nem biztos, hogy a napján fog megtartódni, mert ugye általában Mórika ezek hétvégén... hogy jön, de majd meglátjuk, ugye? Nem. Mindig megpróbálok ott lenni, tehát a család az számomra a legeslegfontosabb, csak nem biztos, hogy a napjára kerül az ünneplés, hanem bizony sajnos naptáregyeztetés, tehát, és akkor ki kell találni, hogy igaz? Mikor. És akkor nyilván bepótoljuk, de szóval rengeteg kompromisszummal jár ez az életforma, úgyhogy nagyon fontos az, hogy egy olyan társ álljon mellettem, aki mindezt tolerálja, és nem csak, hogy tolerálja, hanem segít benne, és nagyon én fontos. Megtaláltam ezt a társat, aki mindenhol ott van velem, tehát ő visz a koncertekre, de ha kell, akkor éppen menedzsel, meg ha kell, akkor éppen a ruhámat igazgatja, a sminkemet nézi. Ez egy aranyember, tartsd arany meg. Ember. Tartsd meg. Azon vagyok, ritka. Ha ő bírja mellettem, én biztos. Úgyhogy muszáj, hogy az embernek olyan társa legyen. Nagyon fontos, nagyon sokat számít, hiszen ugye előre is tudja lendíteni, meg vissza is tudja nagyon-nagyon hozni az embert, úgyhogy ez egy tényleg egy áldásos dolog mindenképpen. Hogy látod magad formában? Ugye ez kell egy fizikai, lelkiálló képesség azért nem kevés. És kondizol, vagy alapadottságod ez neked? Hát, jaj, de jó lenne, azt mondhatnám, hogy ez alapadottságom, de nem. Bizony kemény diéták és mindenféle mozgás kell ahhoz, hogy az ember formába tudja magát tartani. Az azért sokban hozzásegít, hogy azért a színpadon én nem egy helyben állok, én nagyon szeretek mozogni, tehát az is egy... Hát mondhatjuk úgy, hogy talán egy sporttevékenység, de azért természetesen az étkezésemre is nagyon oda kell figyelni, hiszen színpadi ember vagyok, képernyő előtt vagyok. Jó az, ha az ember ott jól mutat, mert hát sajnos ez kell ma a 21. században. És hát természetesen azért vannak olyan emberek is, akik segítik a munkámat, stylisttól, különböző tanácsadókig. És ugye az volt a kérdésed másfél, hogy hogyan regenerálódom. Igen. Hát fizikailag ugye könnyebben, szellemileg nehezebb. Igen. És akkor vannak időszakok, amikor tényleg azt kell mondanom, hogy bocsássatok meg, de most el kell vonulnom fél napra, vagy egy napra, és akkor tényleg a csend és nyugalom nekem az a legjobb gyógyító eszközöm, hogy olyankor mindenki kapcs, és csak magamra figyelek, és iszogatom a meleg teját, és
akár olvasok, vagy alszok egy nagyot. Az nagyon-nagyon fontos, így van. Amit még meg szoktam kérdezni énekesnőktől, ugye most rengeteg tehetségkutató van mindenhol, mindenféle módon, nyilván minket most a zenés tehetségkutatók érdekelnek elsősorban. Mit gondolsz ezekről? Általában hogy a szakmának lesújtó véleménye van ezekről, hát, hogy rengeteg árnyoldala van, kihasználják ezeket az embereket több esetben. Az biztos. Mit gondolsz róluk? Maga az ötlet szerintem jó egyébként, tehetségkutató, hiszen nagyon sok olyan fiatal van, aki önerőből nem tud a pályára lépni, ha nincs segítsége, ha nem fedezi fel valaki. Viszont az, hogy már minden csatornán ez szól, és minden évben, az túlzásnak tartom, hiszen annyi tehetség, rossz a szó, hogy kitermelődik, de tehát nem születik minden évben annyi tehetség, hogy az tényleg végig kelljen ezekben a sokban hallgatni, és néha az ember a haját tépi. Én azt gondolom, hogy egyrészt ritkítanám ezeket a válogatókat, hogy tényleg legyen idő felkészülni rá az előadónak. Másrészt pedig azért én több feltételhez kötném. Tehát az, hogy olyan emberek is bemennek, akikkel elhitették, hogy jó hangjuk van, és sajnos a szakmában is tapasztalom, a zsűrikben is, hogy ők is elhitetik velük, miközben hát szerintem nem mindegyiknek, és aztán ők kikerülnek bedobják őket a nagy, nem tudom, médiába, igen, és bekerülnek egy olyan közegbe, amiről semmi előzetes tapasztalatuk nincs, elvesznek benne. Teljesen. Nincsen saját egyéniségük, és külső emberek mondják meg nekik, hogy kell viselkedni, hogy kell énekelni, mit kell énekelni, és lehet, hogy ez teljesen más, mint az ő belső késztetésük, stílusuk, és elvesznek egy idő után. És olyankor jön az, hogy a kimerültség, a különböző szerekhez nyúlás, vagy a másik az, hogy tényleg elhiszik magukról, hogy annyira full tehetségesek, és akkor elszállnak. Ez a másik túlzás. Én nagyon-nagyon kevés olyan embert ismerek, akik a tehetségkutatókból nőttek, és emberek maradtak, sikeresek ma is, és azt valósítják meg, amik ők maguk. Ehhez kell szerintem egy nagyon nagy önismeret. Tehát, hogy egy célkitűzés, hogy én tudjam, hogy ki vagyok, tisztában legyek a képességeimmel, és tudjam, hogy mit akarok elérni, és ez nagyon kevés. Ezekben a tehetségkutatókban szerintem nagyon sok, tehát én eleve a korosztályt is felemelném, tehát nem hagynám, hogy 14 éves kisgyerek, mondjuk úgy, hogy ő még nem egy felnőtt, persze, nem egy olyan gondolkodású, ő maga egy ilyen pályára lépjen, tehát szerintem az még nagyon fiatal hozzá. Így van. Meg ugye, ahogy jártam ezeknek a műsorok, nem is a tehetségkutatásai, inkább ilyen reality show-t csinálnak. Elején ugye bevágják a legcikibbeket, hogy rögjünk, és a végén pedig inkább ilyen sors történeteket dolgoznak fel. Azt gondolom, hogy ez elsősorban nem az emberért van, tehát nem a tehetségért van. Biztos, hogy nem. Hanem a médiáért. Persze, biztos, hogy nem. Lassan-lassan a műsor végéhez érünk, beszéljünk ugye jövőről, nyilván tervezett, tudatosan, hogy megismertelek, te egy nagyon tudatosan tervező ember vagy. Igen. Mik a tervek, célok, közeli, távlati célok? Hát a cél az, hogy ezt a lemezt népszerűsítsük, és egy maga a zenekarom is bekerüljön a köztudatban. Nagyon sok szóló dolgot csinálok, de idén január van, igen. Látod, egy kicsit össze vagyok kavarodva most. Tehát januárban most megalakult a zenekarom, Kovács Lóri zenekara, ő nagyon tehetséges zenész, és kiegészítve vendégzenészekkel, és hát az a terv, hogy ezt az új lemezanyagot népszerűsítsük az országba, világban, és április 19-én, húsvét utáni vasárnap lesz a nagy lemezbemutató koncertünk Budapesten, a Dunapalotában délután 4 órakor. Jegyeket már lehet kapni, vagy az én weblapomon, a kovacsnori.com, vagy az előbb említett mindenféle webes csatornámon, mint a Facebook hivatalos oldalam. Úgyhogy szeretettel várom a hallgatókat, nézőket erre a koncertünkre. Azért is, mert ez egy nagyon különleges koncert lesz ezen a 14 dalon túl, már természetesen azóta is születtek szerzemények, hogy ez az album kijött. Tehát egy nagyon nagy másfél órás koncerttel készülünk, sok zenésszel, élő muzsikával, és hát népdalfeldolgozásokkal, és ezen kívül a nagy lemezbemutató koncerten kívül persze már azért telik a koncertnaptárunk is, úgyhogy az egyik nagy terv az, hogy sok koncertet szeretnénk idénre is. Igen, és csak Magyarországon, vagy akkor külföldre is szeretnél azért gondolni? Külföldre is, például már van lekötött koncertünk Kanadába is, a diaszpora területre. Én nagyon szeretek utazni, nem csak azért, mert
Egyrészt azért, mert külföldi magyarokkal is találkozhatom, a másik pedig én szeretek új embereket, új környezetet, új kultúrát megismerni. Úgyhogy ha én elmegyek valahova, akkor megpróbálom úgy szervezni, tervezni, hogy több napot maradhassak ki, ne csak a koncert alatt, és én tényleg úgy bele a sűrűjébe beszélgetni helyiekkel, megkóstolni a helyi ételeket, bemenni egy bazárba, tehát úgy szeretem átvenni a feelinget. Igen, mert nem mindenki ilyen, tehát van olyan, aki elmegy külföldre, és akkor wellness-el, vagy mit tudom én, óckodik, és csak a megszokott dolgokat teszi. Hát ott vagyok, akkor már megnézem, hogyha van rá lehetőségem nyilván. Igen, én is ilyen típusú ember vagyok. Úgyhogy több ilyennek is nézünk zenekarilag is most elébe, meg hát más tervek is vannak. Én most készülök éppen a 15. albummal, ami... Kifejezetten 2020-hoz kapcsolódik, ugye az eukarisztikus év is van idén nálunk, meg hát a trianoni emlékév is ennek kapcsán egy szakrális albumot írok éppen. Tehát beleszülsz ilyen témákat mindenképpen. Hát Nórin, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kívánom, hogy minden, amiről beszéltünk, teljesüljön, és tényleg meghozza a gyümölcsét, és erre jársz legközelebb, látogass meg minket itt a Fehérvár TV-ben. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen neked is, és önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.